Szilvási György a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önnel volt szerencsém az elmúlt években is azért többször beszélni, és ennek az ügynek a részleteiről már sokszor beszéltünk. De most így a elsőfokú ítéletkor és az indokláskor és az ügy elsőfokú lezárásakor, akkor végérvényesen az derült ki, hogy ön ezt a bizonyos jogosulatlan adatkezelést és személyes adattal való visszaélést egész pontosan, ezt abban valósította meg, hogy a fideszes képviselők, mivel nem jöttek el, nem is hívták össze, ugye Simicsko elnök jóvoltából a Nemzetbiztonsági Bizottság ülés, hogy a titkárnak adta oda a CD-ket? Hát a titkárságom odaadta a bizottság titkárának egyrészt, akik nem vettek részt azon a, vagy nem akartak részt venni azon az ülésen, amelyik ezt lett volna hivatott tisztázni, ezt az egész UDZRT ügyet. Másrészt pedig azok a képviselők kapták meg a kollégámtól, munkatársamtól, akik a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként jogosultak voltak erre, igen. De itt a, tehát az, hogy a személyes adattal való visszaélés, az ügyészség vágya szerint az is személyes adattal való visszaélés volt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottsági tagoknak odaadták. Az is, hogy jogosulatlan kezeltem, mondta, tehát egyáltalán tudtam róla, hogy nálam voltak ezek a CD-k, vagy ennek a CD-nek. Mit titok, miniszter? Igen, és egyáltalán hát az összes körülményre az ügyészség azt mondta, hogy törvénytelen volt, amire most a bíróság kimondta, hogy egyszerűen csak a munkámat végeztem. Tehát ezt egyébként 3 évvel ezelőtt is nagyjából lehetett tudni. Azért mondtam, hogy erről már oly sokszor beszéltünk, meg én oly sokszor megkérdeztem már öntől azt, meg mindenkitől, aki ezzel az üggyel kapcsolatban vendégem volt, hogy tehát ön nyilvánosságra nem hozott semmit, sőt a Nemzetbiztonsági Bizottsági tagok sem hoztak nyilvánosságra semmit. Répási Róbert volt az, aki egyébként akkor nem volt Nemzetbiztonsági Bizottsági tag, és Szijjártó Péter, aki szintén nem. Ők tartottak egy sajtótájékoztatót, és ők játszották le ezeket a hanganyagokat. Igen, és föltették az internetre. És feltették az internetre. Igen. Aztán Répási Róbert feljelentő volt ebben az ügyben, igen, talán az első. Na de ez most például az eljárásban szóba került valamikor, hogy kérem szépen én, mint titokminiszter, mivel köteleztek rá a bizottsági tagok, átnyújtottam nekik a hangfelvételt. Nem hoztam nyilvánosságra, semmi C-típusú átvilágítás alatt átesett kollégáknak adtam oda. Aki nyilvánosságra hozta, az meg az úgy eltűnt így az ügyből. Igen, ez kiderült, ennek minden részlete kiderült. A bíróság nagyon alapos bizonyítást végzett az ügyészség helyett tulajdonképpen, vagy hát mellett. És föltárta ezeket, amit most ön kérdezett, tehát kimondta a bíróság, hogy én nem hoztam nyilvánosságra semmit, hanem átadtam a CD-ket, ehhez jogom volt, ez törvényes volt, a bíró előtt ezt megerősítette az adatvédelmi biztos, meg hát mások is, és azok, akik nyilvánosságra hozták ezt követően, azok nem voltak illetékesek ebben, nem voltak bizottsági tagok sem, ők megkapták a bizottsági tagok közül valakitől nyilván a CD-ket, ők nyilvánosságra hozták, és ezzel mondja az ombudsman, és tulajdonképpen kimondta a bíróság is, hát azt nem mondom, hogy törvénytelenséget követtek el, ugye akkor azt ítéletbe kell megállapítani, és erre a bíróság nem volt jogosult, mert vádhoz van kötve, és ezt a bíróság megint csak kimondta, hogy vádhoz van kötve, azaz ő nem ítélkezhet olyan ügyben, amit a bíróság nem hozta. De a bíró ebben az a mostani eljárásban, vagy akár most az ítélethirdetéskor kitért erre az ügyre, hogy itt volt két politikus, Répási Róbert és Szijjártó Péter, ők hozták nyilvánosságra, és erre nem lettek volna jogosultak, de nyilván nem tárgya ennek az eljárásnak, hiszen vád nem, tehát nyomozás és vád nem volt. Hát a bíróhoz az, hogy is mondjam, a nagyon alapos eljárás után minden részletét megismerő az ügynek kimondta azt, hogy az ügyészség ebben a kérdésben is pontatlan volt, hiányos volt, elfogult volt, én most már persze volt politikusi nyelven átfordítom, pártos volt ebben az ügyben is. Pártos. Vagy az ön esetében kik voltak a tanúk? Ezt kérdeztem Dávid Ibolyától is. Hogy nem volt saját tanú, csak olyan tanú volt, akit az ügyészségbe idézett. Akkor úgy mondom, hogy az ügyészség kiket? Tehát az ön esetében is gyakorlatilag azok, akik mondjuk a hanganyagnak éppen a szereplői, mert Dávid Ibolyánál ez volt. Igen, ugyanaz a szereplői kör. Hát majdnem ugyanaz a szereplői kör, az megjelent nálunk is tanúként. Tehát a hangfelvételeken beszélőktől, a bizottsági tagokon át, a munkatársak, országgyűlési hivatal munkatársai, az én volt munkatársaim, ott voltak a tanúk között. Ugye az, hogy a személyes adattal visszaélt, az nem azonos a nyilvánosságra hozatallal, de hát mégiscsak köze van hozzá, tehát úgy élt vissza a személyes adattal, hogy ezt valakinek átadta. A bizottsági C-típusú átvilágított kollégáknak az ugye nem lehet, legalábbis az én felfogásom szerint visszaélés, hiszen erre törvényi
kötelessége van önnek, és ha tagok kérik, akkor át kell adnia. De ugye az UDZRT-vel önnek volt már több pere is, tehát egy személyiségi jogi perről volt szó, és egy 2011-es perben én emlékszem, hogy ott például feketén-fehéren kimondta a bíróság, az is azt hiszem, hogy csak első fog, de lehet, hogy nem tudom, ön ezt jobban tudja, hogy ön nem hozott nyilvánosságra semmit. Igen, ez az UDZRT vezetők, amikor bepereltek, akkor valóban ez volt a jogerős, most már ez a döntés, hogy ez már jogerős. Így van. De nézze, ebben a kérdésben egyszerűen nem volt vita két éven keresztül. Az ügyesség ugyan állított valamit, de mint amit két évvel ezelőtt megbeszéltünk, az ugyanúgy változatlanul igaz. Nem hoztam nyilvánosságra adatokat, nem én hoztam nyilvánosságra adatokat, a személyes adattal való visszaélés, most már a bíróság is kimondta, hogy nem követtem el, a munkámat végeztem. Ebben jottányit sem változott a helyzet a két évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A különbség az, hogy mind politikusnak is, meg részben olyan embernek is, akit egy párt delegált végül is egy pozícióba, annak az élethelyzete alaposan megváltozott. Ez tényleg jelentős változás az elmúlt két évben, ami bekövetkezett. Egyébként nem. Egyébként más változás nem történt. Jó, hát egyébként is megváltozott volna az élethelyzete, hiszen... Hát nem biztos, hogy ennyire. A választások... Hát, jó, ennyire. Jó, persze. Mondjuk ezért van egy előnye, ezt megmondom őszintén ennek a két, több mint két éves eljárásnak az én életem szempontjából. Egy előnye van az, hogy persze a többi ügy is hozzátartozott, amivel kapcsolatosan még mindig összefüggésben vagyok hozzá bizonyos dolgokkal, hogy a család, a baráti kör, az ismeretségi körön, azok a politikus társak, akik tartottak mellettem, hihetetlen összefogást mutatnak. Tehát olyan összetartás van közöttünk, amire, hát azt gondolom, hogy ez nyereség volt az elmúlt években, amire nehéz meghatottság nélkül egyébként gondolnom. De ezt komolyan mondom, hogy ez egy nyeresége volt ennek a több mint két évnek, az én személyes életemnek, hogy ezt át tudom élni, hogy feleség, testvér, gyerek, szóval hihetetlen. De úgy most visszatérve a másik kérdésre. Dávid Ibolya az imént azt mondta, hogy a politikai motivációt érzett végig. A cél és az eredmény bizonyítja is, hogy itt az MDF-fel morzsolása lehetett, egy ember, több ember megbélyegzése, magának a pártnak az eltüntetése, ha valljuk be, hogyha tényleg valakinek ez volt a célja, akkor ez sikerült. Az ön esetében mi volt a cél, mire gondol ön? Hát a motiváció az hasonló. Ugye én akkor, amikor tisztségben voltam, az akkori miniszterelnök belső emberének számítottam. Az a karaktergyilkosság, ami ellene, mármint a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc ellen indult, az azért engem is jelentős mértékben érintett. És ennek a betetőzése volt az, amikor a ügyészség jogi nyelvre lefordította a politikai vádakat, vádaskodásokat, és tulajdonképpen beültetett a vádlottak padjára azzal, hogy köztörvényes bűnöző vagyok. Ezzel részben el akarta érni azt, hát mármint a Fidesz, hogy az bizonyítsa, hogy az a kormány hát ilyen emberekből állt, részben pedig el akarta lehetetleníteni annak a pártnak is az életét, választási esélyeit, amely párt engem, mondom még egyszer, delegált ebbe a pozícióba. És ez megint csak azt kell, hogy mondjam, részben sikerült, nem akarok nagyképű lenni és azt mondani, hogy ez csak ezen múlott természetesen, hát egy csomó minden más tényező is hozzájárul. Hát tehát az MSZP is rádolgozott a vereségre, csak... Igen, nem akarok, most tényleg nem akarom ezt mondani, hogy az én ügyem volt ez, amelyik ezt eredményezte. De hogy hozzájárult, és egyértelmű. Hát aztán persze volt egy harmadik cél is, az UDZRT, hogy benne felejtsük el. Ugye a Fidesz akkor úgy döntött 2008-ban, amikor ez a botrány kirobbant, hogy nem néz szembe az UDZRT ügyével, hanem egy olyan ellentámadásba indul el, amikor azt próbálja a befolyásával elérni, hogy ne az érdemi ügyről beszéljünk, hanem minden más körülményről. És akkor tényleg a jogi apparátus beindult, tehát emlékezzünk, Orbán Viktor rendelte meg személyesen a jogi eljárásokat 2008 őszén, és tényleg politikusok írták a különböző feljelentéseket, én magam az ügyészségi papírok között láttam effektív, szinte szó szerint megegyezően azokat a megfogalmazásokat, amelyeket ezek a politikusok készítették, és vitték át ezt egész UDZ ügyet egy olyan irányba, aminek a lényege az, hogy az emberek felejtsék el a történelmet, és valami újat tanuljanak meg. Mi az az új? Hát ez az úgy az, hogy mi bármit megtehetünk, és hogyha minket lelepleznek ebben, akkor azok rosszul járnak. És most ezben nagyon-nagyon részletesen belemenni, mert üldöztetési mániát azt nem szeretném itt nagyon részletekben menni, olyan kibontani a tévénézők előtt, de meggyőződésem, hogy ez egy harmadik jelentős mozzanata ennek az UDZRT ügynek, hogy nem lehet, ez az üzenete nem lehet büntetlenül
hozzányúlni azokhoz az összefüggésekhez, azokhoz a kapcsolatokhoz, azokhoz a témákhoz, amelyek számára hátrányosak, mármint a Fidesz számára hátrányosak. És ez az üzenet, azt gondolom, hogy ebben az eljárásban tetten érhető, Dávid Ibolya esetében is, de az én esetemben is, és a kettőnk ugye abszolút nem függ össze, ugye, amire a bíróság is csak rámutatott. A pad volt közös, igen. A pad az közös volt, néha a fényképek megjelentek róla, amikor ott a tettes társak együtt üldögéltek. Szóval azért ez is egy jelentős üzenet, ami azt gondolom megint csak célba ért. Kérdezzem meg ma a polgármestereket, kérdezzem meg ma döntéshozókat, hogy milyen gondolat jár a fejükben akkor, amikor mondjuk aláírnak valamit, ami mondjuk nem tetszik a Fidesznek, vagy tudják róla, hogy nem fog tetszeni a Fidesznek. Mit válaszolnak erre a kérdésre? Messzere vezet, és nagyon bízom benne, hogy nem tud eszkalálódni ez, amit most én itt elmondok. Hát önnek több folyamatban lévő ügye is van még. A képügyről nem kérdezem, úgysem mondhat semmit. A gesztenyafákról kérdezhetem, hiszen a héten itt is már vádemelés történt. Hamis tanúzás? Tehát ki ellen tanúzott hamisan? Nem, ez egy hamis tanúzás köntösébe bújtatott, így én ezt mondom, inszinuáció az ügyesség részéről. Ugye ezzel tulajdonképpen arról szól, amit beszéltünk erről már egy jó évvel ezelőtt. Itt hozta a számlát is, és mutatta, számlát, hogy kifizette. Most mindegy, ez nem érdekli annyira, azt gondolom, hogy az ügyészséget. Egy igazságtalanságot nem akarok elkövetni, aztán majd folytatom. Igen. Az ügyészségről, amikor beszélek, nem az egész ügyészségről szólok, hanem annak egy részéről, pár emberről talán, akik a politikusokat érintő perek előkészítésében, sokszor a koholt vádak előkészítésében közreműködnek, de ez az ügyészségnek nagyon kis százalékát érinti, és az ügyek elenyésző töredékét érinti. Az ügyesség egyébként kiváló a színvonalon végzi a munkáját, meggyőződésem. Na, tehát visszatérve erre az ügyre is. Hát az a gesztenyefára röviden, mielőtt a hangon végérvényesen el vagy, és már nem tudom. Én azt látom, ez az ügy, ez januárban volt iratismertetés. Igen. Január 5. novemberben volt talán az utolsó nyomozati cselekmény. Januártól áprilisig tartott, hogy az ügyesség nyilvánosságra hozza, hogy vádat emel ebben a kérdésben. A vádiratot úgy tudom, április 10-e környékén, 13-án nyújtották be. A meggyőződésem, véleményem az, hogy az időzítés, meg az ügynek az előhozatala ehhez a UDZ-értése, ítélethirdetéshez volt közel, biztos, hogy közel volt, mondja, tegnap előtt volt. Hát közel volt, de megelőzte az ítélethirdetést. Hát ugye talán arra napra nem merték megcsinálni, mert túlságosan kilógott volna. Szóval ki ellen tanúzott hamisan? Nem, senki ellen. Egy kérdés volt egy ügyben, ami nincs lezárva még most sem, nem is tudom, hogy milyen állapotban van, hogy én ezt a 30 gesztenyefa csemetét kitől kaptam, és hogy én kifizettem, mondtam. Igen. Ezt nem tanúskodtam senki ellen, meg senki mellett, ezt az állítást fogalmaztam meg, és erre mondja az ügyesség, hogy nem igaz. Aztán később hiába mutogattam a papírokat, amelyek az én igazamat bizonyítják. Hát ez nem volt elég az ügyészségnek, hát remélem a bíróságon meg tudom ismételni. És az, hogy valamit kifizettem, vagy nem fizettem ki, az mitől hamis tanúzás, én még mindig nem értem. Hát azt mondja az ügyesség, hogy hamisan mondtam azt, hogy kifizettem. Ez nekem nem tanul, de jó. Hát ez a öt soros a vád egyébként, ez az öt sor van benne. Hogy hát mai napig nem fizettem ki, azt mondja az ügyesség. És itt önnek mutattam meg a számlát, ami ügyen. Okosabbak leszünk, hogyha ennek is lesz bírósági fordulója, akkor talán kiderülnek a részletek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Önöknek is köszönöm a figyelmet, következik a Tét. András, mik a témák? Szervusz! Szervusz, Olga! Jó estét kívánok! Műsorban három komoly témával foglalkozunk. Az Európai Bizottságnak azzal a döntésével, hogy megkezdődhetnek a pénzügyi tárgyalások Magyarországgal. Róna Péter itt az Egyenes Beszédben már mondott néhány véleményt ezzel kapcsolatban. Természetesen utalunk majd a tegnapi Orbán Barroso megbeszélésre is. A másik téma az, hogy valós választ jelentette a problémákra, a magyar gazdaság problémáira a Szél-Kálmán terv második változata. A harmadik témánk pedig Kövér Lászlónak a Hír TV Péntek 8 című műsorában elhangzott kijelentései, amelyek egyrészt az MSZP-re vonatkoznak, másrészt pedig a Nyíkhaj senki házi tolforgató terroristákra. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolnak a vendégeim arról, hogy egy kulturált országban ilyesmit egy ideiglenesen államfői jogokkal felruházott házelnök megtehette, akikkel pedig mindezeket megvitatom, Kiszeli Zoltán, Lengyel László, Mráz Ágoston Sámuel és Somogyi Zoltán. Köszönöm szépen, holnap este találkozunk, várom Önöket, viszontlátásra!